A hagyományokhoz híven idén is az augusztus 20-ához kapcsolódó díszközgyűlésen találtak gazdára Győr-Moson-Sopron megye legrangosabb elismerései, a megyei díszpolgárságot jelképező kék szalag kitüntető címet Gasztonyi László vállalatvezető vehette át, a megye térségfejlesztéséért járó Gróf Széchenyi Ferenc díjat pedig Tőke Lászlónak, a Pannon Víz Zrt. Elnök vezérigazgatójának ítélték. Én a víziközmű szolgáltatás terén a pályámat már nagyon-nagyon régen, 1972-ben kezdtem, de jó volt látni azt, hogy az akkori viszonyokhoz képest gyakorlatilag már a megyének 100%-a ellátott egészséges ivóvízzel, és közelít a 90%-hoz a szennyvízelvezetésnek és a tisztításnak és a kiépítése. Úgyhogy ez mindenképpen az ország vezető megyei közé sorolja ezt a térséget, amit egyébként ez a terület meg is érdemel, hiszen mind gazdasági erejét, mind lakosság számát tekintve is a legnagyobbak között van az országban, és örülök annak, hogy ezekhez a sikerekhez a Pannonvíz, a jó minőségű ivóvízzel és a környezetet védő szennyvízelvezetéssel és tisztítással hozzá tudott járulni. A megye sportjáért Bauer Rudolf díjat Drescher Otto, az első Moson-Magyaróvári torna egylet elnöke kapta, a megye egészségéért dr. Petsz Aladár díjat pedig dr. Tamás László Jánosnak, a Petsz kórház főigazgatójának ítélték. Nagyon komoly örömet és igazi őszinte boldogságot okozott a díj, hiszen egyik legrangosabb díj, amit az ember el tud képzelni az egészségügy terén, egy megye élén, ott lenni egy olyan csapatban, ahol nagy tudású és igazi nagy formátumú személyiségek kaptak hasonló díjat, és a közelükbe férkőztem, ezáltal egy kicsit, mint Méhes Károly, Baranyi Tibor, de sorolhatnék még számos embert, senkit nem szeretnék megsérteni, jó érzés ide bekerülni. Nyilván annak köszönhető, hogy valakik észrevettek, valaki gondoltak rám, és köszönet és hála érte, hogy látják azt a energiát, vagy próbálkozást, amit megtettem annak érdekében, hogy a megye egészségügyét szolgálja. A megye közszolgáltatásáért dr. Csizmadia Andor díjat dr. Kovács Béla megyei címzetes főjegyzőnek ítélte oda a közgyűlés, az elismerések átadása mellett pedig a díszközgyűlésen megemlékeztek államalapító királyunkról és Szent Lászlóról is.